Sziasztok! A HTC Tintin legújabb gépet szeretnénk nektek bemutatni, ami a 9001-es Q-Technek az utódja, és igazándiból a különbségek azok, amik szerintem fontosak ebből a szempontból. Hogyha az elejét nézzük, az előlapját a készülékeknek, akkor lehet látni, hogy nagyjából méretre egyformák, igazándiból oldalról is a méretük az stimmel, de ami rögtön szembetűnő az az, hogy a billentyűzetek, tehát a kezelőszervekből, a gombokból sokkal több van az új készüléken, mint a régin. Ez azért nagyon hasznos, mert így egy kézzel lehet tökéletesen használni a készüléket. Itt a normál softmenü gombokon kívül, azok alatt látszik egy start menü gomb, illetve egy OK gomb, amivel az alkalmazásokat lehet okézni, bezárni, a háttérbe küldeni, és újdonságként jelenik meg, mivel ez a készülék UMTS képes, egy videótelefonálás gomb. Ezt ma ki is próbáltuk, és tökéletesen működik. A videótelefonáláshoz használható maga az előlapon található videókamera. Az e-mail és az Internet Explorer-t megnyitó gomb, az ugyanott maradt, mint a régi készülék esetében. Hogyha oldalról nézzük a készüléket, akkor itt is feltűnik, hogy a vezeték nélküli hálózati képességeket egy hardware-es gombbal el lehet érni, illetőleg a bekapcsoló gomb szintén oldalra került, míg a Q-Technen fölül volt. Nézzük a túloldalát a készüléknek. A túloldalon is elég nagy változások történtek, mégpedig az, hogy az eddigi szimpla csúszka helyett egy görgető gombot kapott a HTC Tintin, amit befelé is lehet nyomni. Nagyon hasznos, a menüket könnyedén lehet vele pörgetni. Illetőleg ide mellé, hogyha valakinek mégse stimmelne, mert ugye ez a kiválasztó gombot teszi lehetővé, itt is szerepel egy OK gomb, ennek a használata azért annyira nem kényelmes. Érdekessége még a gépnek, hogy egy microSD foglalatot kapott, míg a Q-Tech 9100-ason még csak egy mini SD volt. Hát ez egy kicsit problémás, mert ugye ez most az egyik legdrágább kártyafajta, illetőleg hát túl picike, hogyha az ember sokat cseréget, akkor akár is tudja hagyni. A Tintin alja is különbözik a Q-Tech 9001-től, jól látható a különbség. Az aljára került az infraport, a teteje helyett, illetőleg különlegessége, hogy nincsen mini jack aljzat a Tintinen, hanem egy darab USB aljzat látszik. Az is egy érdekes kialakítású, szögletes és nem csapott a sarka. Ehhez van egy speciális stereo fejhallgató, ezen keresztül lehet a zenét hallgatni. Itt pedig a szokásos kis retesz, amivel a akku fedelet lehet eltávolítani. A készülékek hátlapja is érdekességet tartogat, mégpedig ugye a fényképezőgép, itt is elég nagy változások történtek, ezt jól lehet látni. Egy 2 megapixeles kamerát kapott, mely makró, illetve normál üzemmódba állítható. Vaku ugyanúgy van ezen a gépen is, mint ahogyan volt a Q-Tech 9001-esen is. Most nézzük a lényeget, a billentyűzetet. Itt történtek igen nagy változások. Azt kell mondjam, hogy az előnyére. Nagyon nagy változás a gombok kialakítása, sokkal kényelmesebb őket nyomni, a másik pedig a billentyűzet kiosztás. A régi készüléken a funkció billentyűvel ezzel a két pöttyel elérhető kiosztás elég buta volt, tehát például a szám billentyűk azok a felső soron voltak elérhetőek, nem éppen egy notebook kiosztáshoz hasonlóak, és eléggé elszórta a logikátlanul voltak elhelyezve ezek a gombok. Míg az új készüléken nagyon jól látható, hogy hova és miként kerültek feliratozásra a számbillentyűk, illetőleg plusz, például egy mappanyitó, lapozó page up, page down gomb is fölkerült a készülékre. Azt hiszem, hogy sokkal jobban használható. És utolsó, egyben szintén fontos újítás a készüléken, ez a kis pötty. Ez nem más, mint egy fényérzékelő dióda. Amennyiben a fényviszonyok olyanok, akkor nem kapcsol be a billentyűzetnek a háttérvilágítással feleslegesen merítve az akkumulátort, hanem anélkül üzemel, ezt a sötétben viszont gyönyörű, ugyanolyan kék színben világít, mint a Q-Tech 9001-esen. Akkor érdekességképpen a Tintin mellett itt van egy Fujitsu Siemens Pocket Lux T830-as, ugye ebbe a készülékbe benne van már a beépített SirStar 3-as GPS is, mondjuk azért azt gondolom, hogy már a képek talán visszaadják és magukért beszélnek, hogy a kijelzők minősége az mit és hogyan tud. Hát azt gondolom, hogy érdemes megnézni. Nagyon mosott a T830-asnak a kijelzője, bár elég jónak tűnnek a billentyűk. A Teo 650-ben volt ilyen tambor. Illetőleg hát a softkeyken kívül itt is már gondoltak egyéb más kezelő szervekre, és ügyesen van feliratozva, hogyha hosszan
nyomva tartjuk ezt a gombot, akkor kihangosító funkció fog életbe lépni.